Itt vagyunk a Plaza de Santa Ana, vagyis a Santa Ana téren. Velünk szemben van a Santa Ana katedrális, amely uralja itt az egész teret. 1497-ben kezdték el az építését, 10 évvel az első spanyol konkvisztádorok megérkezése után, de csak a 19. század végén fejezték be. Így sok stílus jegyeit felfedezhetjük rajta. A neoklasszikus homlokzat a helyi szobrász építés José Luján Pérez tervei alapján a 19. században készült el. A katedrálison belül három hajó számos kápolna és kupola között a plateszk és a gótika jegyeit is felfedezhetjük. Érdekes darab a szokatlan püspöki szék, Pérez szobrai és a lenyűgöző a szárazföldi Spanyolországból, Katalóniából származó retabló, amely egy gazdagon díszített oltárfal a főoltár mögött. A katedrális a Cale Espiritu Santo felőli oldalán van a Museo Diocesano de Arte Sacro, vallási művészeti egyházmegyei múzeum. A szokásos templomi kincsek mellett a korábbi spanyol gyarmatok pompás gyűjteménye, a sok rablott kincs, illetve néhány aszték darab is található. Érdemes kimenni a kertbe, a Patio de los Naranjos narancsfájval és szökőkútjával a Mór Andalúziát idézi. A múzeum és a katedrális egyaránt hétfőtől péntekig 9 és 13.30, illetve 16 és 18.30 között van nyitva, ide belépőt kell fizetnünk. A Plaza de Santa Ana, ez a maga a tér, a katedrális nyugati homlokzatával szemben áll a kis téglalak alakú Plaza de Santa Ana, amelyet a város címer jelképei bronz kutyaszobrok őriznek, ezek itt találhatók gyakorlatilag a bejáratoknál, a templom bejáratainál. A tér jobb oldalán áll a püspöki palota néven ismeretes, 1630 körül épített Palacio Episcopal, amely sajnos a nyilvánosság számára nem áll nyitva. Mellette áll a Casa Regental, ahol valaha a sziget fegyveres erőinek vezetői éltek, ma pedig a város bírósága. A Plaza de Santa Ana távolabbi végén a katedrálissal szemben áll az Ayuntamiento, a városháza. Ez utóbbi meglepő módon a tér legújabb épülete, mert a régire 1842-ben egy tűzijáték esett rá és leégett. Itt van még a történelmi levéltár irodája, valamint a José Vieram y Clavijo íróháza is. A legjobb úrnapján ide látogatni a térre, amikor az egészet teleszórják virágokkal. A kutyák innen nem